Amíg Mihályis Norbert autóját rommát törték a túrautó világbajnokság Makói zárófutamán, addig a rali másik szereplője két keréken szerencsésebb volt. Bitter Sándor gyorsasági motorosunk kavasz, aki a nyergében a kegyetlen versenyen törött sípcsonttal 19 lett a 32 nagy menő versenyző között. Nyert a Menszigeti TT királya Ian Hutchinson, Biti pedig itt van velünk az élménybe számolva. Szia, jó reggelt kívánok! Szia, palikán. Azt mondd meg, hogy hány év után is tértél vissza? erre a kedvenc Én 2006-ban voltam Makóban, akkor, ugye, akkor váltottam át az uh -huh. Endurance az utcai versenyekre, és akkor voltam újonca a Benszigeti térténőre, tehát a Makó GP-n is, tehát akkor meghívtak, és akkor utána egy jó darabig ez nem, nem, nem volt lehetséges, nem tartottak a világ legjobb 32 utcai versenyzője között számon, Úgyhogy egy picit meglepetés is volt, természetesen nagy kitüntetés számomra, hogy ott lettem, úgyhogy én úgy voltam vele, hogy még egészségesen is, hogyha a legjobb 20 közé be tudok kerülni, a magyar színeket képviselve, ugye, a magyar motorsportnak, meg az országnak ez egy óriási nagy eredmény. Hát az is, az jelenten, is lett, majd mindjárt, fogunk beszélni. Plusz ez így, hogy törött lábbal, és ráadásul folyamatosan színészkednem kellett, ugye, mert itthon még mankóval jártam, kint meg már nem szabadott mutatni a mankót, mert különben nem engednek rajta. Ott meg kénytem volt motorra járni, ne vegyék észre, hogy, hogy mankóz, hát, hát nem az volt a menek, hanem hogy ott kint eltörtem a lábamat. Tehát a törött lábra én... rátörtél? Hát végül a, 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 kezdésben, tehát már elkezdett összeforni, nagyon megnyugtatott Popi Kervin főorvos úr, mert évfolyam társam volt, tehát nekem nagyon jó barátom, hogy tök jól állunk a lábammal, normál, mármint úgy a, a forrással. Normális esetben ugye közel 6 hétig az ember ki sem kellett az ágyból, én már 14 naposan, persze ellenállás nélkül, de én már bicikliztem alent a, a konditermünkbe. Aztán az egyik, végül is szponzorom, de bringa versenyzés lett a mániája, meg előírta nekem, hogy hogy a legtöbbet fogyni, úgyhogy napi 5 órát tekertem három részre elosztva, komolyan egyes ellenálláson, tehát jó-jó irányba haladt a dolog, csak az, az volt egy picit nehéz, hogy ugye, Hétfőn még mankóval jártam, kedden meg makóban a mankó nélkül. Tehát nem szabadott mankóval mutatkozni. Aztán eltörtöd? És utána megképzeld el, csak így megkérdeztem a Péreli főnököt, hogy holtam átváltani az USA dollárt mankó dollárra, hogy mutatta, hogy ott, puff, léptem egy rosszat, és hogy hallottam egy recs, de ez igazi nagy recsenés. Mutas a lábod. Mit mutassak? Panikem? Mutasd meg, hogy hogy néz ki. Na most nincs rajta fás. Hát ez... itt, itt lett görbe most, ahogy, ahogy eltört újra. Aha picit a vas is szerintem elgörbült benne, de majd most már meg fogja mondani az Ervin a János kórházban, innen tőletek majd oda megyek. Az, az rossz nagyon, hogy itt van benne két csavar, ami tartja innen felülről ezt a nagy vasat a csont közepén, és hogy ez, ezt, ezt szinte érzem, ezt a csavart, úgyhogy itt a csizmában is, nincs is nagyon szanszom. Na, és akkor ez sikerült az, -e így hoznod, de mindjárt beszélünk az eredményről is, ugye ez a Makau, ez nem egy játék, van egy ilyen nevű játék is, de ez nem játék. Ez, hát nem, ennek a, ennek a valénak, ját... ennek mi a, mi, a, mi a varázsa, meg mi a misztikuma? Hát az, hogy most egyébként már sok versenyző, például a Cameron Donald, aki a tt nyert több futamot, több például nem jött el ide, tehát meghívták őt is, akkor még úgy van, hogy 36-ot hívnak mert ez volt az eredeti felállás, és ő nem jött el, de azt mondta, hogy ő szerint ez veszélyesebb, mint a menszigeti TT, mert a TT-n ugye ott az van, hogy 200, tehát picit gyorsabb a tempónk, mint 250 fölött megyünk, de igazából ha szerencséd van, akkor mit amilyen két fa között mondjuk be tudsz esni egy ilyen nagy szántóföldre vagy egy nagy helyre itt meg, ugye, mivel ugye ebből Kulváltok. egy mini Las lett, mm -hmm. ugye a Kokóval beszélgettem előtte egy csomót erről, pont ott volt kint, és szerzett is nekem jegyet a Pac-Man csak akkor már nem voltam ott éppen, Makóban, hogy most már a, a pénzforgalom, tehát a kaszinok pénzforgalom, ugye ez akkor még csak három hotel volt, most már van MGM, tehát most már minden van ugyanaz, mint Vegasban, viszont a pénzforgalom az négyszerese, mint amit Vegasban csinálnak egy hónap alatt. Úgyhogy tehát az egész tulajdonképpen úgy néz ki, hogy acélkorlátok és falak között megyünk egész végig. Egyetlen egy hely van, ahol el, ahol el tudod magad fékezni, és tovább tudsz menni egyenesen, és visszafordulni. Az összes többi az mind, mind acélkorlát. Tehát a, ha az előtted levő versenyző mondjuk nem három méterre van, hanem tízre, akkor már nem látod, hogy mi történik vele. Úgyhogy nagyon nehéz. Tehát a Norbi is hogy neki csapta a kocsi hátulját, Igen. ugye szurkoltunk egymásnak, hogy neki csapta a hátulját, a pörgött vissza, és már hatan belementek rögtön, szarrá az autót. Na, neked viszont szerencséd volt, hát nem csak szerencséd volt, hanem, hanem jól sikerült a verseny. Jól sikerült, hát elrontottam a, a rajtamat, de amiatt, mert a lábam nem volt jó, és kicsit cétrugdostam a váltót, miatt a felvezető körben a kuplongomat teljesen ki kellett állítanom, így, tehát nem volt holtjáték, játék, ami normálisan kötelező lenne egy motoron. Tehát a rajt pillanatában, amikor már azt hittem, hogy rajtolok, akkor még semmi nem volt, utána még kicsit így megfulladtam. Úgyhogy gyakorlatilag utolsó előttinek jöttem el a rajtól, és az el, úgy, hát ugye ez hosszú verseny volt, tehát 16 kör, körre volt, 15 körre volt kiírva, és úgy gondoltam, hogy a versenytáv második felében fogok támadni keményebben, és közben elromlott a laptár, mert nem láttam a köridőket, és elkövettem azt a hibát, mint, mint, mint fiatalon, hogy beálltam az előttem levő versenyzőket kicsit követgetni, az a másik, másik része pedig, hogy a hegyi szakaszon, ahol sokkal gyorsabb voltam, ott meg nincs hely előzni, uh -huh. hiszen voltak olyan részek, ahol ugye hozzáért a vállunk a falakhoz, meg a korlátokhoz, tehát egyszerűen nincsen helyed kifékezni úgy, hogy, hogy, hogy ez normálisan meg tud valósítani, aztán utána lett egy óriási nagy káosz a végén, tehát tulajdonképp 13 szor, 13 alkalommal mentem át a célvonalon, de mégis a 11. Körtért, 11 körig értékeltek, mert uh, Hutchinson az úgy tért vissza, hogy irgalmatlanul ment, tehát tényleg a, a Superbike világbajnok Ben Spice motorjával ment, és uh, hát rettentő gyorsan, és a 12. körben utolért minket, és akkor én vezettem egy hatos bolyt, és a kék zászló miatt, hogy a hátsit elengedje, nem tudtam, hogy mekkora csatában van éppen akár a McGuinness barátommal, mindegyik ők a barátom, de nem akartam feltartani, elvettem egy picit a gázt, erre a mögöttem öt versenyző, meg visszajött nekem, tehát ők ezt nem vették figyelembe, ezt a fair play dolgot, és hát ezt újra vissza kellett tornázni, és akkor így idegeskedtem, mondjuk, leintették, hogy akkor most melyik befejezett kör számít, utána volt még egy nagy esés, Szerencsére megúszta a barátom ezt a bukást, és hát a motorja ott feküdt keresztbe az úton, úgyhogy red flag volt, tehát piroszászlóval leintették, és akkor ott ugye különböző szabályok szerint értelmezték a dolgot, hogy az, számít, az, a, tehát az a versenyző, akinek a motorja ott feküdt, úgy számították a köröket vissza, hogy amikor ő még motoron volt. A Brit uh -huh. például ez úgy van, hogy a, aki miatt történik a piroszászlós leintés, tehát mondjuk, ha én esek egy óriási nagyot, az én motorom feltereng a pályán, akkor az azt jelenti, hogy engem már nem értékelnek. Uh -huh. Itt meg ugye az FIM, tehát a nemzetközi szabályok szerint, tehát nem a brit superbike szabályok szerint, itt viszont meg az történt, hogy a legutolsó mindenki által befejezett kör, tehát... Ilyeténképpen ezzel a 19. helyen maximálisan elégedett vagy. Igen, hiszen mondom, az volt a célom, uh -huh. egészségesen is még. Hogy kell végig hogy végigmenje. Hát eleve már a 32-ben végig, és képzeld, hogy olyan erős volt a mezőny, azt mondták is egyébként, meg 2006-ban is volt ilyen zűr, hogy a, a kvalifikációs időt négyen, öten nem futották meg, és akkor ez a versenybíróság döntése volt, akkor még 40 embert hívtak meg, hogy elengedik őket rajtolni, vagy nem, ha már ott vannak, akkor ugye 40 fő volt, akkor nem engedték őket. És a tavalyi évben is a Brandon Cretu Amerikából, ők tehát nem futották meg a limitet, most meg olyan erős volt a mezőny, hogy a limit belül volt két másodperccel még az utolsó is, tehát a 32 is. Én meg azt hiszem, hogy négy fél vagy öttel mentem gyorsabbat, mint akkor, de hát még nem, tehát az áttételeim azok nem voltak jók jövőre, úgyis más típusú motorral megyek. Na, erről beszéljünk, folytatás az őrült futamokat illetően. Hát most, most nem csak őrült futamok lesznek, hála, lesznek, hála jó Istennek, ez a Makó egyébként nagyon jó arra, hogy, hogy, össze vagyunk kovácsolódva, és nem feltétlenül ugye az angolok nagy része, az megy ugye a brit szuperbákba, tehát a rövid pályás uh -huh. versenyeken, az amerikaiak szintén, és akkor pluszban megcsinálják még a Menszigetet, a Nordesz 200 az Ulster Grand prix meg a Makót. És akkor azért nagyon jó lehetőség arra, hogy látták, hogy most jó formában vagyok, jól megyek, a törött láb miatt ugye kaptam ezt a, a díjat is, hogy, hogy így idézőjelben ugye én voltam a verseny hőse, hogy tényleg látták az emberek, hogy, hogy menni se tudok motorozni, de tényleg elmondtam, hogy motorozáskor viszont tényleg nem zavart, tehát most ez egy ilyen drámai beállítottság lenne, azt mondanám, hogy jaj Istenem, de zavart a törött láb, a motorra ültem, egyáltalán nem zavart, és most lehetőséget kaptam arra, hogy januárban, San diego a Kaliforniai Bajnokságban tudjak menni egy futamot Jeremy Toy barátom csapattársaként, illetve február elejétől március közepéig pedig a Floridai Nemzeti Bajnokságba, amely beletartozik majd egy futam még a nagy amerikai bajnokságból, a Dayton a 200, hogy ezen az öt versenyen tudok menni, és utána pedig az Ice Valley színeiben, ami már tavaly is szóba került, abba a csapatba. Tudok menni. Sajnálom. Egész évben. Na, hát akkor ezek jó hírek. Na és jó. akkor figyelni fogunk, és onnan folytatjuk, amikor te is folytatod. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.